Velem szemben pedig itt van már László Imre. Jó reggelt kívánok, köszöntöm nálunk. Az előbb elmondtam már a nézőknek, hogy egy közös protokollt szeretnének kidolgozni a fővárosra, és hát egyeztetésre hívják a fővárosi polgármestereket a koronavírus miatt. Mi szükség lenne a fővárosban egy ilyen közös protokollra? Hát természetesen nem arról van szó, amitől a kormány félt, hogy járványügyi terv vagy katasztrófavédelmi terv kerül kimunkálásra, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azok az emberek, akik potenciálisan veszélyeztetettek, azok kerületekben élnek. És a önkormányzatoknak elemi kötelessége bizonyos dolgokat megtenni. Két dolgot hadd említsek, és nem abba a területbe fogok belemenni, amitől a kormány fél. Először is összehívjuk a házi orvosokat, hogy mivel tudjuk a munkájukat segíteni. Tehát nem arról van szó, hogy majd mi átvesszük az állam feladatát, hanem azt, hogy a helyi eszközeinkkel, lehetőségeinkkel mit tudunk jobbá tenni a tevékenységükbe, a munkájukba. Bocsánat, attól félek, ugye kétszer mondta, hogy a kormány mitől fél tulajdonképpen? Attól, hogy egy olyan közlemény... protokollt hozunk létre, hogy majd mi kitaláljuk, hogy a járványügyi terv, és akkor majd karanténokat kell csinálni, és akkor milyen helyiségeket... És akkor ez saját hatáskörben az önkormányzat mondjuk kerületemről megcsinálná, vagy erről nem, ezt a kormánynak a feladata egyébként, ez állami feladat. Tehát nem keverjük össze az állami feladat és a kisebb közösség feladatait. Csak példának okáért említem, hogy például a házi orvosokkal kapcsolatban, amit elkezdtem mondani, hogy a rendelőket az önkormányzat, ugye ez végeredményben a praxisok, praxis közösségek attól függ, hogy mi hogyan dolgoznak az egyes területeken, ez a saját kezükben van, tehát a saját eszközeikkel, pénzükkel dolgoznak. Az önkormányzat készfertőtlenül szereli föl betegek számára, ugye, mert mondjuk azt, hogy feltétlenül szükséges. És most a beszélgetés során, ami velük megtörténik, akkor körvonalazódik az, hogy mi az, amit annak érdekében meg tudunk tenni, amit említettem, hogy a munkájuk hatékonyabb legyen. És rögtön hadd tegyek hozzá egy nagyon fontos dolgot. Az A-vírus, az influenza A-vírus kiterjedő, belobbanó járványa időszakát éljük. Ennek a tünetei, meg a koronavírusnak a tünetei, hát majdnem azt mondom, hogy ugyanazok. Tehát ember legyen a talpán, föl kell készülnünk arra, hogy ha összeszedik a vizsgálati, a mintákat, ugyancsak állam feladata, hogy a laborokból megnézzék, hogy influenza vírus vagy koronavírus, tehát végeredményben mi legyen, hogy mi erre fölkészüljünk, hogy fogadókészek legyünk az állam által létrehozott óvintézkedések. Tulajdonképpen azt egészítenék ki ezzel. Ugye van egy 28 pontos terve a kormánynak, illetve a múlt héten arra is felszólította a Demokratikus Koalíció Kásler Miklóst és Müller Cecíliát, hogy tájékoztassák az embereket. Most ezzel már nincsen gondjuk? Elég az a 28 pont, vagy a tájékoztatás megfelelőnek tartják el? A másik feladatunk egyébként a tájékoztatás. A Újbudán, ahol én polgármesterként dolgozom, két hetente jelenik meg az újság 80 ezer példányba. Még egyszer mondom, 80 ezer példányba. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy elvigyük a reális információkat. Borzasztóan nem szeretnénk, hogyha az emberekbe egy olyan félelem keletkezne, nem azt mondom, hogy pánik, de valami ehhez hasonló nagyon rossz dolog, hogy reálisan legyenek tájékoztatva. Az Új Buda Televízió, amit szintén a műsorait mi szerkesztjük, Komáromi doktor, aki önöknél meglehetősen gyakran előfordul, házi orvos, elmondja azt egyébként, hogy mit tegyenek. Semmi mást nem teszünk, mint az állam által létrehozott óvintézkedéseket helyileg kiegészítjük, és ezt egy csokorba foglaljuk. Ugye a közleményünkben az is benne volt, hogy meg kell előzni a pánikkeltést, a téves információk terjedését, és tájékoztatni kell az embereket, cselekvési tervet kell kialakítani. Nézzük az elsőt, hogyan kell megelőzni a pánikkeltést. Mert egyébként sokan mondjuk már attól pánikba esetnének, hogy a város összes ellenzéki polgármester összejön, és egy protokoll dolgoz ki, mert arra gondolhat, hogy akkor a kormány nem teszi a dolgát. Ezt megtesszük egyébként egy influenza járvány, és tehát mit teszünk? A reális információk. A
WHO, az egészségügyi világszervezet is azt mondja, hogy a pánikkeltésnek egyetlen egy ellenszere van, a reális és időben történő tájékoztatás. Ezt kívánjuk megtenni. A téves információk terjedését, azt például hogyan akarják megelőzni, vagy megakadályozni, azt hogy lehet? Tehát elképesztő álhírek vannak már ezzel a vírussal kapcsolatban, és meg egyébként mással is az interneten, ugye különböző fake news-ok vannak, de hát ezekkel egy fél világ küzd, nem csak ebben a témában. Ezt hogyan lehetne? Például úgy meg lehet tenni, hogy a tájékoztatás nyilván mindig kívülről befelé halad, az általánosból a konkrét irányába. Ha én azt mondom, hogy jelen pillanatban a világban ennyi fertőzött van, ennyi halálesettel, Európában van 25 fertőzött beteg, ugye jelen pillanatban ez a szám van, Magyarországon nincsen, akkor már is letettem egy olyan pontot, ami arról szól, hogy ne idegeskedjenek, ebben az országban, jelen pillanatban nem izolálták a koronavírust, tehát nincs olyan gond és probléma, amitől igazán félni kellene. Tehát ezeket a pontokat kell hangsúlyozottan letenni, és hogyha ezt így végigcsináljuk következetesen, nem túlzásba véve, akkor végeredményben az az eredmény, hogy nyugalmat tudunk adni. Ugye azt mondja, olyan cselekvési terv kell, ami segít az egészségügyi dolgozóknak és a lakosságnak abban, hogy mi a teendő. Egyrészt létezne, hogy az egészségügyi dolgozók ezt nem tudják, nem készítették erre fel őket. Ön kórházigazgatóként, volt kórházigazgatóként mit javasolna az intézményeknek, hogy kell erre felkészíteni? És miért nincsenek felkészítve? A kórházakkal kapcsolatos, tehát még egyszer mondom, ami az állami feladat, azt az állam megcsinálja. Nekem semmi kétségem nincs, mert az egészségügy, mint egy szektor, az, amelyik fogadni kell, amelyik fogadja ezeket a betegeket, tisztelem és becsülöm, és a szakmai ságát abszolút elismerem. Tehát semmi kétségem, hogy az egészségügy, mint rendszer, fölkészült arra, hogy ezeket a feladatokat adott időbe ellássa. Nekünk a járóbeteg szakellátás, tehát a rendelőintézetek már, ahol az önkormányzat kezében van nálunk, igen, és az alapellátás. Itt végeredményben, ahogy mondtam, a beszélgetés során el fog dőlni a szájmaszkokkal kapcsolatos kérdés. Az, hogy hogyan próbáljunk közel jutni az emberekhez, hogy valóban időben jelentkezzenek, mit tegyenek a házi orvosok, tehát azokat a saját eszközöket, nézze, nem akarom azt mondani, hogy a tudás köve itt van a zsebemben. Nincsen. Pontosan ezért kérem a közösséget, a mi közösségünket, és aztán a fővárosi önkormányzatnál dolgozó alapellátásba dolgozó orvosok közösségét, hogy adjuk meg azokat a pontokat, azokat a lehetőségeket, amivel minimálisra tudjuk csökkenteni egy esetleges járvány lehetőségét. Mikor kezdenék ezeket az egyeztetéseket, mint a polgármesterek között, és vidéken miért nincs erre szükség? Vidéken is vannak DK-s polgármesterek, oda nem terjeszték ki ezt a jellegű összefogást, vagy ezt a közös protokollt? Mi bárkit nagyon szívesen fogadunk. Tehát ez a felhívás arról szólt, egyébként szombaton tartunk egy sajtótájékoztatót erről a 11. kerületbe. Akkor ezt a héten megkezdik? Hogyne, megkezdtük. Tehát hadd tegyem múlt időbe, hiszen most 13 órakor ma jönnek össze a kerületházi orvosai egy beszélgetésre. A tegnapi nap folyamán Komáromi doktor rendelőjében megtörtént az a interjú, az a anyagfelvétele, amit az Újbuda televízió sugároz, és az Újbuda újságba pedig előkészítettük azt az anyagot, amit 80 ezer példányba szétszórva a kerületben megjelentetünk. Tehát nem jövőről beszélünk, mint sajnos a politika oly gyakran, hanem arról beszélünk, hogy mit tettünk, mit teszünk ma, és mit fogunk tenni holnap. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm az érdeklődésüket.